Szó volt ma már az Európai Bizottság jogállamisági jelentéséről, a következő percekben is ezzel foglalkozunk. Továbbra sem tett le arról Brüsszel, hogy úgynevezett jogállamisági feltételekhez kösse az uniós pénzek kifizetését. Ez derült ki szerdán a Jurová bizottsági alelnök szavaiból, aki bemutatta a most elkészült uniós jogállamisági jelentést. A Fridesz szerint nyílt politikai zsarulás a dokumentum, amelyben kizárólag a soros szervezetek véleményét vették figyelembe. Varga Judit igazságügyi miniszter pedig úgy reagált, hogy a jelentés, a jelentés abszurd és valótlan elemzés következik. Nézzük ki Barna következő beszélgetőtársa. Köszönöm szépen, külső stúdióban ifjú Lomnici Zoltán alkotmányjogász a század végjogi jogi szakértője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Deák Dániellel már az óra elején beszélgettünk a politikai hátteréről a jogállamiság jelentésnek, de vajon a bizottság miért nem ellenőrzi a hozzá beérkezett, mondjuk civil szervezetektől érkezett információkat, és vajon a magyar kormány álláspontja miért nem szerepelt a jelentésben? valóban példátlan, hogy lényegében a 12 megkérdezett civil, vagy civilnek nevezett szervezetből 11 a Nyílt Társadalom Alapítvány által támogatott, és az is példátlan, hogy egy ilyen jelentést a nevére vesz az Európai Bizottság. Elvárná az ember, hogy az uniós adófizetői pénzekből legyen saját olyan szakértői gárdájuk, akik képesek egy ilyen jelentést Elkészíteni. Nézzék csak meg, hogy az elmúlt hetekben ugyanezek a civil szervezetek megfogalmaztak kritikákat a magyar jogállamisággal kapcsolatban, is, hogy mennyire köszönnek vissza ezek a fordulatok, amelyek ők, amelyeket ők megfogalmaztak, leírtak az Európai Bizottság jelentésében ez, tehát az első problematika, a másik pedig, ezt rendszeresen mondjuk, hogy kellő legitimáció és szakmai háttér nélkül készülnek ezek az anyagok. Sok esetben végzős egyetemi hallgatók, illetve frissen munkába állt jogászok készítik ezeket a munkaanyagokat, amelyeket aztán kritika nélkül ilyen magas szervek is, mint az Európai Bizottság átvesz. Ez, ez a dolog egyik rész, a másik része nyilvánvalóan meg kell nézni, hogy kik azok, akik előterjesztik ezt a bizonyos dokumentumot. Ugye mind Vera Jurováról, mind Idi Rendersről kiderült, ugye előbbi a jogérvényesülésért, az utóbbi az igazságügyért felelős uniós biztos, hogy a saját országában súlyos bűncselekmény nyek elkövetésével, súlyos bűncselekmények elkövetésével hozták kapcsolatba őket, válthatósági eljárás is volt ellenük. Ennek azért van óriási jelentősége, mert Trócsányi László egyébként kiváló biztos jelölt nem tudott átjutni a tűfokán, és olyan személyek, akik egyébként integritásukat, erkölcsi alkalmasságukat, sőt jogi alkalmasságukat tekintve sem felelhet nének meg egy, egy komoly analízis után lefolytatott vizsgálatnak, és az Európai Biztosi Kollégium tagjai nem lehetnének, mégis ott vannak, és jegyeznek egy ilyen dokumentumot, amely kapcsán azért azt még szintén le kell szögezni, hogy nem az első ilyen típusú támadás Magyarországgal szemben. Itt most már egy tendenciáról beszélünk, a Taveres jelentés, a Sargentini jelentés, illetve valamennyi ilyen európai bizottsági dokumentum is ebbe a körbe illet ennek fényében egy ilyen bizottsági jelentéstek, mely a jogállamiságot vizsgálja, milyen jó hatásai lehetnek, hiszen a jelentésben az van, hogy fennáll a veszélye valaminek, ilyen gyanú merült föl, de konkrét tények, hogy hol találtak korrupciógyanús ügyeket konkrétan, hol sérült a bírói függetlenség, vagy a médiumok szabadsága hol sérült. Hát gyakorlatilag Pilhár György egy júniusi jegyzetében Összeszámolta, hogy Magyarországon az ellenzéki sajtónak minimum 15 képviselője van. A média viszonyok kapcsán engedje meg, hogy én az Alkotmánybíróság döntésére hivatkozzak, amely vizsgálta a jelentésben, negatív színben feltüntetett KESMA alapítvány működésének alkotmányosságát, és nem talált kivetni valót az AB, de ha már itt tartunk az igazságszolgáltatási fejezetnél, az alkotmánybíróságnál a bírák kinevezési gyakorlatát is bírálják. Nem kívánok, hiszen a beszélgetésünk kereteit szétfeszíteni, az összes részletkérdése kitérni, de azt lemerem szögezni, illetve kimerem jelenteni hogy itt olyan típusú szuverenitási kérdéseket érintenek ezek a bizonyos megjegyzések az Európai Bizottság jelentése keretében, amelyekről azt mondhatjuk, hogy semmilyen hatásköre nincs már azon a területen az EU-nak, Brüsszelnek. Ennek a másik oldalról azért van óriási súlya, mert hogyha az alapszerződés negyedik cikkét nem veszi figyelembe az unió a működése során és az eljárásrendje során, akkor ez nyilvánvalóan alapjaiban rengeti meg a közösséget, tovább növeli azoknak a számát, akik euroszkeptikusok, és tovább növeli azoknak a számát, akik egyre kevésbé bíznak az uniós intézményekben. Hogyan lehet a jogállamiságot összefogni, hivatkoznak -e a jelentésben arra is, hogy a alapszerződés második cikkeiben lefektetett elvek, na de hát az uniós szerződésre gondolok, de hát ott olyan van, hogy szabadságjogok, esélyegyenlőség, szolidaritás, de hát ezek inkább politikai kategóriák, mint jogi elvek. Ez nagyon fontos, talán ez az egyik legfontosabb kérdés, nevezetesen Magyarországon is, hogyha a jogalkotó, elfogad egy normát, akkor azt a bíróság tölti meg tartalommal, különöse, hogyha jogelvekről, keret szabályokról van szó. Ebben az esetben a bíróság helyét, a jogalkalmazó helyét az Európai Bizottság Biztosi Kollégiuma, illetve annak egyes tagjai veszik át, de még a helyzet ennél is sokkal rosszabb, nem Európából finanszírozott külföldi idegen ügynök szervezetek jelentéseit inkorporálják ezekbe a szövegekbe, tehát Súlyos a helyzet nem győzök én sem a jelzőkkel előhozakodni, mert az Európai Unió kitettsége tovább nőtt. Ez már azt jelzi, hogy a szakértői gárdá val sem úgy állunk az Európai Bizottság szempontjából, mint ahogy ezt, mint ahogy a beszélgetésünk elején mondtam, az uniós polgárok elvárhatnák, de a legfontosabb az, hogy olyan szerepben tetszelegnek a jogérvényesülésért és az igazságügyért felelős biztos, amely nem illeti meg őket, tehát itt hatásköri túllépésről is beszélhetünk, arról nem is ejtve szót, hogy Vera Jurová betegnek nevezte a magyar demokráciát, a magyar embereket döntésképtelennek minősítette, ez pedig az európai biztosoktól elvárt norma szinten, tehát jogszabályi szinten elvárt függetlenséget és objektivitást kérdőjelezi meg, ha ilyen kijelentést tesz egy uniós tisztségviselő. Itt Júló Mici Zoltán, alkotmányjogász, a századvég jogi szakértője. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.